kacagás bulvár, könnyeknél a sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. Hadd szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem nem más, mint Lagzi Laci, avagy Kozelka László. Szia, Laci! Szervuszok, szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek nálatok. Hát azt gondolom, hogy a te művész neved, a Lagzi Laci, mindent elárul, hogy milyen műfajban ténykedsz, és hát nem is olyan túl, nem is olyan kevés ideje, hiszen ha jól gondolom, legalább 20 éve már a pályán vagy. Hát akkor 25. Na, hát 25 azért... éve igazából ezt a kedves, nagyon jó barátom Lajcsitól kaptam ezt a nevet. Ő a névadó keresztapám, mindig azt szoktam mondani. Hiszen nem véletlen, hogy Lajcsitól, mert hogy te a Dáridóba tűntél fel annak idején. Így van. Én pontosan 22 éve vagyok mellette. 22 éve kerültem hozzá. Lajcsi mellett azért mindig voltak zenészek, nagyjából egy állandó csapat, bár azért volt jövésmenés, meg talán van a mai napig is, de nagyon sokan mondjuk úgy kinőttek mellőle, hiszen azért ott volt Csocseszi is, ott vagy te is, meg hát azért, hogy mindenki elkezdett önálló karriert építeni. Hogy lehet összeegyeztetni ezt a kettőt, hogy te zenekari tag is vagy, de közben azért szólistaként is sikereket aradsz? Hát össze lehet egyeztetni, mivel hogy zenész vagyok, tehát ez a szakmám is, és én nagyon-nagyon szívesen, örömmel állok be a Lajcsi mögé zenélni, a mai napig is. Tehát, hogyha hív, akkor megyek, még a Csocsesszel is elmegyek, úgyhogy nekünk ez nem derogál. Mi zenészek vagyunk, ezt szoktam mindig mondani. Neked egy nagyon érdekes hangszered van, ha jól tudom, a vadászkürt. Igen. Én azon végeztem. Ez azért egy ilyen ritka választás szerintem, nem? Hogy jött ez nálad? Hú, hát ez úgy jött, hogy én trombitás szerettem volna lenni, de nem volt felvétel trombitára, csak vadászkürtre, és ott a kürtanár rám nézett, nagyon jó az adottságot hozzá, te kürtös leszel. És igazából így kezdődött az egész dolog, és egy olyan nehéz hangszer, hogy egy évig nem is láttam hangszert, csak fúvókát, meg fújtuk a falra szalvétát, és azt mondta, aki ez kitartó, akkor az kürtös lesz, aki nem, az biztos, hogy nem. Egyébként mi a különbség? Hiszen az ember, aki laikus, azt látja, hogy fúvós, hát trombita, klarinét, vadászkürt, hát olyan hasonlónak tűnik. Teljesen más technikai tudást igényel egyébként? Igen, én most nem akarok így belemenni nagyon a szakmai részébe, de például trombita meg a kürtet akarom így most kettőt különbözővé tenni. Mindig azt szoktam mondani, hogy van egy céltábla, és nem mindegy, a trombitán mondjuk 50 centire kell betalálni a két a hang közé, a kürtnél pedig 10 centire. Tehát nagyon nehéz hangszer. Tehát egy precízebb hangszer. Igen, hát meg azt szokták mondani, hogy a fúvósok x-szer veszélyes, a leg-x-szer veszélyesebb a vadászkürt. Nyilván azt már tudjuk, hogy mi lett belőled, hiszen egy ország ismer zenész vagy, elismert zenész vagy, de hát hogy indult ez az egész történet? Voltak felmenők között zenészek, vagy egyszerűen csak felfedezték a tehetségedet gyerekkorodba? Az utóbbi. Tehát nem volt, apukám mandolinozott, hogy magának otthon, de nem volt zenész a családban, és az énektanárnőm igazából ő vette észre, ugye kórusban énekeltem, és ő vett észre, hogy jó a hallásom, jó, és volt felvétel, ezt régen a Zeneakadémia gyakorló zeneiskolának hívták, és akkor oda vitte felvételizni, és oda vettek fel. Ötödik osztályos voltam általános iskolában. Alapvetően akkor még nyilván nem tudtad a stílust, a jövőbeli stílusodat, hiszen egy vadászkürtös azért nem feltétlen, hogy a lagzik a mulatságok világába köt ki a végén. Hol kezdtél el erre az irányra fordulni? Hát röviden elmondom, én 25 évig voltam a Tűzoltóság Központi Zenekarában vadászkürtös. És egy nagyon jó barátom 25 évvel ezelőtt megnősült, és nekem volt ott egy kis billentyűm, kis szintetizátorom, és mondta, hogy Laci, jázd az esküvőmet. De mondom, én nem tudok esküvőt, hát életemben nem csináltam ilyet, és akkor az egyik trombitás kollégám sokat lagzizott, azt mondja, majd elmegyek feled, tanulj meg 50 számot. De én mondom, én nem fogok énekelni. Hát ő nagyon dörzsölt volt, mert bekötötte egy mikrofont, és soha nem felejtem el, az volt az első szám, amit énekeltem, hétre ma várom a Nemzetinél, és odadugtam a mikrofont, énekelt. És így összezuhant, hát muszáj voltam, és igazából így kezdődött el ez a lagzis része az életemnek,
párhuzamosan ugye a tűzolt a zenekarral is csináltam. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy te zeneileg képzett vagy, de te nem vagy egy képzett énekes ennek ellenére. Illetve hát most már begyakorolt vagy rutinossá vált énekes. Igazából lettél. Mi abból vagyunk fúvósok könnyű helyzetben, hogy ugye mi eleve rekesz légzést használunk, ugye az énekeseknek kell. Azért a zeneművészeti volt rengeteget énekeltettek minket, tehát minden komoly zenei dolgot kellett énekelni. Tehát az éneklés nem állt tőlünk messze igazából. Van egy hangi adottságom, és azt ki tudtam használni. Ami nem is olyan rossz. Próbálom. No, alapvetően te, ahogy mondod, már 25 éve a pályán vagy, végigkövetted ennek az egész, mondhatjuk úgy, iparágnak a változásait, hiszen azért ebbe voltak tényleg csúcspontok, főleg mikor a Dáridó elindult, hát hiszen az ország egyik legnépszerűbb tévéműsora volt. Azóta megsokasodtak az ilyen típusú műsorok, megsokasodtak szerintem a fellépők is. Mennyire nagy küzdelem ma itt Magyarországon az élbolyban maradni? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz. Tehát elég kicsi az ország, és most már nagyon sok az előadó. Tehát mindig meg kell újulni, mindig olyan számokat kell elővenni, ami úgy érezzük mi legalábbis, hogy ütős lesz. Tehát nagyon nehéz. Tehát teljesen más lett a világ, mint amikor ugye a Dáridó ment. Ugye akkor az egy műsor volt, most meg van 100. Most nem tudom mennyi, de sok. És szerintem nem is mondták túl keveset ezzel. Akkor kitaláltam. Tehát megosztottá vált a közönség? Tehát mindenki, vannak kisebb csoportok, mindenkinek van egy saját kis kedvence, és azt követi. Ezáltal, hogy ennyire sok előadó van, ennyire sok műsor van? Tehát ez egyfajta ilyen rajongói bázisvesztés is volt? Vagy azért ugyanúgy megmaradtak a rajongók, csak most már nehezebben találnak meg, mert akkor tudtuk, hogy Dáridóval hetente egyszer melyik tévén, mindenki azt nézte. Ma már egyszerűen követhetetlen a kínálat. Szerintem inkább a számokon múlik. Tehát a kis rajongótáborok megmaradtak, de inkább az, hogy abban az adott időben, évben vagy következőben, melyik az a szám, ami nekik nagyon tetszik. Tehát mindig azért mondtam, meg kell újulnunk. Mindig új számot kell csinálni, ami az emberek fülébe megy. És igazából ők erre nagyon-nagyon asszociálnak. Hány dal van most jelenleg a repertoárodban? Hú, hát kb. Hát 30 biztos. Tehát ez most csak a... Amit folyamatosan igen, jelen pillanatban igen, 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 igen. A mulatos részét mondtam most. És egyébként mekkora a dalismeretet, hiszen te azért lagzikban is rendszeresen hát, ott vagy. Hát azt nem is tudom megmondani, több ezer. Tehát ott ugye napra kész kellett lennünk, tehát ott nagyon-nagyon sok. Nagyon, minden műfajba, tehát mindenbe. Sokat beszéltünk a zenéről, szerintem hallgassunk most valami jó kis zenét, amit hoztál nekünk. Mi lesz az, Laci? Hát egy nagyon kedvenc számom, Rózsák könnyesek. Szóljon hát a dal. A rózsák könnyesek. Amikor elmentem, sietve lépkedtem, egy rózsát letéptem a kertekből. A rózsák könnyesek, az álmok édesek, indulok vissza vár az én szülőhazám. A rózsák könnyesek, az álmok édesek, bejártam a világot, sok idegen országot, illatos rózsaszál adj nekem erőt. A rózsák könnyesek, az álmok édesek, indulok vissza vár az én szülőhazám. A rózsák könnyesek, az álmok édesek,
rózsák künnyesek, az álmok édesek, indulok vissza vár az én szülő hazám. A rózsák künnyesek, az álmok édesek, indulok vissza vár az én szülő hazám. Vár rám a kis szobám, drága szép jó anyám, vár az én kedvesem, rohanok csendesen. A rózsák künnyesek, az álmok édesek, indulok vissza vár az én szülő hazám. A rózsák künnyesek, az álmok édesek, indulok vissza vár az én szülő hazám. A rózsák künnyesek, az álmok édesek, indulok vissza vár az én szülő hazám. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, önök továbbra is a Szószátját hallják, mai vendégem Lagzi Laci, jó magam, Szűcs Balázs vagyok. Hát Laci már énekelt nekünk, meg beszélgettünk is egy picit az előző részekben. Érintettük azt, hogy te elég sokszor a mai napig is Lagzikban is zenész. Tehát te nem az a zenész vagy, aki elmegy falunapra, fél órára, 40 percre elmegy koncertezni, hanem te azért az egész éjszakás Lagzikba is beleállsz még. Hogy bírod ezt fizikummal? Nem is a fizikális részében van baj, hanem annyira megváltozott a világ, hogy már igazából az én korosztályom nem tudjuk kiszolgálni a mai fiatalokat. Tehát én azt veszem észre, hogy van egy gyorsan elmondok egy sztorit, van egy fotós barátom, és mondja nekem Mutka Laci, 30 esküvőt fotóztam, 4-szer volt zenekar, a többi mind DJ. Tehát ugye a fiatalok már nem ezt a zenét igénylik. Ha mondjuk azt mondanám neki, hogy mit tudom én, Pedro kocsmájába, azt se tudná, hogy mi az. Szomorú. De egyébként az is szomorú, hogy szerintem az esküvő feelingjéhez a zenekar is hozzá tartozik. Tehát nem az, amikor ott áll egy ember egy doboz mögött, mert persze annak is megvan a maga helye a diszkokba, itt ott, amott, de nem egy esküvő, nem? Tehát az hozzá tartozik, hogy bizony ott legyen egy élő énekes, legyenek élő hangszerek. Hát sajnos ennyire megvált. És évekkel ezelőtt kezdtük, még a Lajcsival beszélgettem erről, való mentünk fellépni, és beszélgettünk, és te. Szóval voltam egy esküvőn, DJ volt. Utána megint mentem egy esküvőn fellépni, DJ volt. Mondom, ez a trendet sajnos, és ez elment ebbe az irányba. Nagyon messze, tehát azt mondom, Alföldön meg nagyon messze, ott még tartják a hagyományt. De Pest megye, tehát a, mit tudom, Győr-Sopron, ott már nem. Nem, tehát igazán mindenki DJ hív, azért, mert olyan számokat tud, ugye a zenekar az kötött, tehát egy zenekarban nem jött oda hozzá, hogy most énekeld el a Pamkutyát, most csak mondtam valamit. Persze. Nekünk van egy kötött repertoárunk, és mindent játszunk, tehát a retrótól kezdve mindent, de a DJ az oda megy, hogy na most ezt játsz le, fogja, letölti, fog már játsza is. Mi meg ne, ez a zenekar az más. Hát szerintem egy Lagzinak nem erről kell szólni. Hát nem erről kéne. No, de mindegy. A magánéletedet eléggé óvod, véded, hiszen te ugye a nyilvánosság előtt vagy, te közszereplő vagy, de viszonylag keveset tudunk a családodról. Hát igen, mert nekem van feleségem, van 3 lányom van, de a feleségem nagyon-nagyon óckodik ettől a média résztől. Tehát volt, hogy könyörögtem neki, hogy Dálidó felvételes. Nagy nehezen eljött azért, mert volt egy nagyon jó ismerőse, de azt mondta, hogy ő velem ilyen, ne is, többet ne is vigyen, mert ő nem. Tehát abszolút. Ő gondolom, akkor teljesen civil foglalkozás. Igen, igen, ő elzárkózik ettől maximálisan. És a lányaid, ők nem viszik tovább apunak a... Nem, egész más irányba mennek, de viszont ők nagyon jók, mert mindig olyan, adják az ötletet. Nem hiszed el, de például a Csepereg az esőt, ők mutatták nekem, apa, ezt csináld meg. Mi ez? De ezt csináld meg, ezt nagyon szeretjük bulikba, a 16 évesekről beszélek.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyi idősek a kislányok? Hát a legkisebb az 14, a 17, most 18 lesz már középső, és van egy 28. Hát akkor. És mint lányos apuka, hát ilyenkor azért már jönnek az udvarlók, a két nagyobb, nem mindenképpen. Hát hogy most, tudott ezt most kezelni? Elmondom a titkot, két hete volt a nagylányomnak az esküvője. Hát örömapa voltam. Innen is gratulálok. Köszönjük szépen. Hát a középsőnek van egy komoly udvarlója már, nagyon örülünk neki, mert nagyon-nagyon intelligens fiú. Hát a kicsi még a szárnyait nyitogatja, úgyhogy de nagyon jó el vagyok így velük. Egyébként kritikus após vagy például a lányod férjével szemben? Szigorok az elvárások? Nem, mert nagyon szeretem a vejemet. Tehát ritka, jó ember. Tehát megtaláltatok hamar az összhangot. Igen. Mondhatni egyből. Na hát ez tök jó. Úgyhogy és hát ha volt eskü, akkor gondolom lassan lesznek kis Laci unokák is. Hát mondjuk azt már nagyon várom, hát szívesen lennék most már nagypapa. Tehát, hát azért a fiatal vagy még. Hát mihez képest? Külsőre mindenképpen, tehát nem most nem mondod, hogy ennyi idős lányod van, akkor soha nem tippeltem volna meg ezt. De ez azért van, mert nincs hajam, tehát azért a sok egyszer. Sokat segít? Lehet, hogy nekem is le kell. De hogy Isten őrülsz. No. Alapvetően nyilván volt két nagyon terhes év a pandémia miatt, talán idén túl keveredtünk már ezen. Úgy gondolom, hogy zenei szempontból, vagy megjelenési szempontból egy picit jobbá vált. Hogy tervezel a jövő tekintetében? Vannak-e konkrét tervek? Vagy egyszerűen csak sodródsz az állal, elfogadod, amit az élet ad neked? Mi beszélgettünk előtte, és hát az a tervem, hogy én igazából ebből az egész éjszakázással leállok. Tehát nem működik. És amit beszéltünk, én inkább rendezvény falunapokra szeretnék menni, fellépni. Ez a nagy terv. Ez az év volt a vízválasztom. És úgy, hogy csak úgy belecsöppentem, jöttek sorba felkérések. És a visszaigazolás is nagyon jó, olyan barátok ajánlottak helyekre, ami a nevét adta érte, nem mondhatom a nevét, gondolom, nem gond, Postás Józsi barátom. Józsit nagyon szeretjük. Postás Józsi barátom kiajánlott Répás Hutára, nagyon jóban van a polgármesterrel. És én megmondom őszintén, régi izgultam ennyire, mert úgy akartam teljesíteni, hogy tényleg a Józsi nehogy csalódjon bennem, stb. És hétfő hívva Józsi, teszem, most hívott a polgármester, hogy Laci, bulit csinált, hogy kis közösség, tehát hogyha ha még hazudni se tudnék, mert visszamegy a polgármester, egy 200-250 fős településről beszélünk. Uh-huh. És olyan jó érzés volt az, hogy a barátomnak is tudtam kedvezni, mert ő ajánlott, igazából ő vitte a bűrét a vásárra, hogyha belegondolsz. Hát jó, azért veled olyan nagy rizikót nem vállalt, hát szerintem. Persze, hát igen, gondolom, de akkor is az embernek meg kell, tehát egy színpadra fölmegy az ember, legyen benne mindig druk, mert ha nincs benne druk, akkor az már baj. Tehát azt mondod, hogy még így 25 év után is benned van, tehát most már nem így megy, hogy kisújból rutinból, hanem még azért egy kis gyomorszorítás van? Az kell. Az kell, mert akkor, hogyha nincsen, akkor úgy gondolom az előadó, az el van már szállva magától. Tehát akkor már hát már tök mindegy, mit csinálok, akkor is fognak szeretni. Ez nem így van, mert minden közönség más. Meg kell dolgozni, értük. Így van. Így. Tehát az első két számnál, tehát nekem nincs úgy beállítva, hogy most akkor ez fog jönni precízen utána, hanem látom azt, hogy most mire lesz igény, meg mire kapható a közönség. És hál' Isten, például Csocsász barátomtól nagyon sokat tanultam, sokat mentem vele, és ő is, Laci, mindig meglátjuk, hogy milyen a közönség. Mert mindig kérdeztem, Csocsász, mit fogunk játszani? Ne foglalkozz, mert majd én mondom, hogy mit fogunk játszani, látja a közönséget. Tehát nekem nagyon jó tanáraim voltak, a Lajcsa meg a Csocsász. Tehát én azt mondom, hogy akiktől lehetett tanulni, tőlük tanultam nagyon sokat. Hát igen, ők azért elismert van, nevek, azt gondolom van. Ebben a szakmában, ebben a műfajban. Hát Laci, ennyire gyorsan elrepült a műsoridő. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Szerintem lenne még miről beszélni, úgyhogy remélem néhány hónap múlva ismét tudunk találkozni. Addig is sok sikert neked a továbbiakba. Reméljük következő beszélgetésünk kor már az unokáról is lesz valami hír, hiszen szeretné nagypapa lenni, és hát természetesen a műsor végén is egy dallal búcsúzunk, amelyet te hoztál nekünk. Melyik lesz? Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ez a dal sajnos most aktuális. Ez egy nagyon régi katonadal. Úgy gondolsz néha rám. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Laci. Köszönöm szépen a meghívást.
sem. Móka, kacagás, bulvár, könnyeknél a sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szó szátyár, szó szátyár, szó szátyár, szó szátyár.